videó üzenetet küldött Donald Trump a budapesti konzervatív konferencia résztvevőinek. A volt amerikai elnök kitartást kívánt ahhoz a harchoz, amit a magyar, illetve az amerikai jobboldal képviselői vívnak azért, hogy jobb legyen a világ. Donald Trump videójában nagyszerű vezetőnek nevezte Orbán Viktort, aki szerinte fantasztikus munkát végez a hazájáért. A konferencia második napján felszólalt Gulyás Gergely is, a miniszter arról beszélt, hogy Trump pártjának politikája közelebb áll a magyar kormányhoz, mint a nyugat-európai jobboldali pártok, mert ezek már alkalmazkodtak a baloldali liberális elvárásokhoz. The best is yet to come. Donald Trump, az Egyesült Államok korábbi republikánus elnöke küldött videóüzenetet a CPAC Hungary-re, a konzervatív politikai akció konferenciára. Kiemelte, fontos harcot vívnak a konzervatívok, helytállásukat pedig világszerte nagyra értékelik. Orbán Viktor miniszterelnököt méltatva pedig úgy fogalmazott, ő páratlan munkát végez a hazájáért, ami számára is figyelemre méltó. Az bizonyára tudják, mi mindannyian nagyon közel állunk Orbán Viktorhoz. Ő egy nagyszerű vezető, egy igazi úriember, és nemrég hatalmas választási diadalt aratott. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy lehetőségem nyílt arra, hogy támogatásomról biztosítsam. Ez egy picit szokatlan, hiszen rendszerint az 50 amerikai államot figyelem, de ezúttal távolabbra is néztem. Ezt csupán azért tettem, mert ő valóban egy jó ember, és páratlan munkát végez a hazájáért. Az a feladatunk, hogy szemben nézzünk azzal a rengeteg gonddal, amely ma a világot és az Egyesült Államokat is fenyegeti, a szocializmussal, sőt a kommunizmussal is. Nagy megtiszteltetés, hogy önökkel lehetek még akkor is, ha csak egy rövid időre, és így egy videóüzeneten keresztül, fogalmazott Donald Trump. A CPAC konferenciának Európában először Magyarország ad otthont. A budapesti bálnában külföldi és hazai előadók is felszólalnak. Ideológiai alapom, lényegesen több barátunk van az Egyesült Államokban a republikánus párton belül, sőt maga a republikánus párt fő irányvonalát tekintve is lényegesen közelebb áll a magyar kormány irányvonalához, értékeihez, felfogásához, mint amennyi barátra Nyugat-Európában találhatunk. A miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy még Nyugat-Európában a kereszténydemokrata jobboldal is elfogadja, hogy a mércét a baloldal, a liberálisok, a zöldek határozzák meg, addig az Egyesült Államokban egy saját, valóban konzervatív politikai irányvonalat visznek egyes államok. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Európában alternatívát kell mutatni, és világosan kell rögzíteni a politikai állásfoglalásokat. Alternatívát kell mutatni, az alternatívát könnyű megmutatni, mert csupán azt kell mondani, amit a magyar alkotmány is kimond, hogy az apa férfi, az anya nő, a férfiak pedig nem szülhetnek, ezt már az alkotmány nem mondja, talán abszurditás is lenne, ha mondaná, de a realitásoktól ma már az abszurditások nem állnak távol Európában, és éppen ezért rendkívül fontos, hogy mi világosan rögzítsük azokat a politikai álláspontokat, véleményeket, megkérdőjelezhetetlen és maguktól értetődő igazságokat, amelyek nélkül nem érdemes egész egyszerűen a politikában részt venni. Gulyás Gergely kiemelte, a magyar kormány 2010 óta, amióta hazánknak konzervatív kormánya van, nagyon sokat tett azért, hogy Magyarországon, illetve a magyar társadalomban magától értetődő igazságok legyenek, ezeket pedig senki ne kérdőjelezze meg. A győzelemnek az a végső feltétele, hogy nekünk kell a legjobbakká válnunk. Csütörtök reggel Orbán Viktor miniszterelnök nyitotta meg a rendezvényt. A kormányfő 12 pontban foglalt össze a balliberális progresszió elleni sikeres harc receptjét, amit közösségi oldalán is megosztott. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy ugyanazok az emberek ülnek Washingtonban és Brüsszelben, azok, akik el akarják törölni a nyugati életformát. Orbán Viktor kiemelte, 2024 sorsdöntő lesz Amerikában és az Európai Unióban is, a sikerhez pedig a konzervatívok szükségük van mindkét nagy hatalom intézmény rendszerére. 2024 sorsdöntő lesz. Önöknél elnök és kongresszusi választások lesznek, nálunk európai parlamenti választások. Ez a két helyszín ki is jelöli a nyugati civilizációért folytatott harc két frontját. Ma egyik sincs a kezünkben, pedig mind a kettőre szükségünk van. Két évünk van, hogy felkészüljünk. A magyar lecke az, hogy nincs csodafegyver, csak meló van. Csinálni kell. Menjünk és csináljunk. Thanks and good luck.
Orbán Viktor leszögezte, az amerikai és az európai konzervatívoknak fel kell venniük a harcot, amelyben csak együtt és szervezettel lehetnek sikeresek.